Ezeket a napi torlákat idén feszítették ki a szekszárdi strand területére. A korábbi években már több helyen is kihelyeztek hasonló árnyékolókat. A vendégek viszont jelezték, hogy még többre lenne szükség. Ezt az igényt tartották szem előtt az üzemeltetők. Ez az idei év egyik legfontosabb fejlesztéseit. A szekszárdi családbarát strandot és élményfürdőt minden szezonra igyekeznek még komfortosabbá tenni az itt dolgozók. Ezért működik itt már évek óta például ingyenes wifi is. Mindig igényes, idén is sikerült ebben ezügyben előrelépnünk az árnyék kérdése. Bővítettük a napvitorlákat több mint 100 négyzetméterrel, így mert több mint 500 négyzetméternyi napvitorla felület van a fürdő területén. Kevésbé látványos, de a komfortérzetet mindenképpen javítja az automata öntözőrendszer bővítése, fejlesztése, ami, hogy még egyszer, első pillantásra nem tűnik fel a vendégeknek, de egy sokkal zöldebb, frissebb környezetbe érkeznek ide hozzánk, amikor reggel belépnek a fürdő területére. Pénteken délelőtt a borús idő ellenére is többen fürödtek a medencékben, vagy pihentek azok partján. A fürdőt működtető Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Ügyvezetője azt mondja, a mostani szezonban sokkal kellemesebb az időjárás, mint tavaly, és ez a látogató számokon is meglátszik. A tavalyi nyár nem igazán kedvezett az időjárás szempontjából, a június és a július első fele nagyon hűvös volt és esős, ez meg is látszott a vendégszámon. 61 ezer látogató volt a szezonban a fürdőben. Az idei évben időarányosan már jobban állunk, sajnos az úszodaépítkezés miatt egy kicsit később tudtunk nyitni, de bízunk benne, hogy augusztus végéig igazi strandidő lesz, és akkor a 70 ezres vendégszámot el tudjuk érni. Volt olyan év, amikor több mint 80 ezeren látogattak ki ide a nyári hónapok alatt. Csillag Balázs azt mondja, ha az időjárás megfelelően alakul idén, akkor 2019-ben sem lehetetlen legalább ugyanilyen magas vendégszámot elérniük.